Krishna, üdvözlöm, kedves barátaim! Remélem, működik a technika. Még mindig online, pedig jó lenne már egyszer élőbe is találkozni. De nem baj, legalább van lehetőség, így is kommunikálunk. Ez is egy jó lehetőség, mert hogyha még ez se lenne, akkor ez kicsit nagyobb. Nehézség lenne. Mai témáról akkor fogunk beszélni. <coughs> Ahogy látjátok, a téma mára. Nézzünk csak. Opa. Aha. Nagyon jó. Jó döntésekre, hangulva. Erről fogunk ma <coughs> beszélni. Gyakorlatilag, főleg fiatalkorba, hogyha valaki most gondolkodik, hogy el kell indulnom egy saját utomon, akkor nagyon nehéz tájékozódni, mert valamikor könnyű tájékozódni, persze, csak nem biztos, hogy a jó irány, hogy hosszú távon megfelelő lesz jó. Ezért ma fogunk erről beszélni, de ugyanakkor a jó döntés nem csak fiatalkorban fontos, hanem mindig, de természetesen fiatalkorban azért jó, mert hogyha nem jó vagyunk rá hangolódva, nem jó a döntés, akkor idősebb korban vissza akarunk kicsit tekerni az életét, hogy jó lenne vissza 20 éves korba is uh, új döntést hozni, máshogyan, akkor ez már nem lehet megcsinálni, mert már az idő nem uh, lehet időt se lehet. Nem lehet visszairányítani, vagy visszapörgetni, nem lehet lassítani, nem lehet megállítani, nem tudjunk időt uh, befolyásolni. Ezért uh, fontos, Téma, ami ma együtt veletek megpróbáljuk megfontolni. Oké, okay, akkor mehetünk tovább. Szóval előbb-utóbb kisebb-nagyobb döntések előtt állunk. Sokszor van többféle lehetőség, de átlátni, melyik hosszú távol döntés megfelelő lesz, akkor valamikor így tűnik, valamikor úgy gondoljuk, hogy ilyen döntés. De ez nagyon nehéz, mert mostani életünk gyakorlatilag mondhatjuk így is, hogy mint egy sötét erdő. Ma ezt meg fogunk látni, ködös. Szóval nem lehet látni útot hosszú tára végig tisztán vagy valamikor uh, egy torzított életet, uh, utat lehet látni, és ezért intelligens személy, ő mielőtt hozza egy döntést, akkor többféle kérdést fel kell a tegyen, és ma fogunk arról beszélni, hogy milyen állapotban, mi ez a nem jó hangolás döntést hozni először, és utána megbeszéljük, mi a megfelelő ráhangolás a jó döntések hozására. Uh, Oké. Okay. Kezdjünk azzal, hogy a Bhagavad Gita, írjátok kommentekbe, kinek van Bhagavad Gita, és ki már olvasta a második fejezetet, és ki emlékszik, amire fogok mondani nem sokára. A lényeg a lényeg, hogy a Bhagavad Gita ott van Arjuna, aki próbál megoldani, döntést hozni az életében. És ő tud, tudós ember volt. Mert Pragiában, Dámsa ez azt jelenti, hogy eléggé olvasott, vagy hogy mondhatjuk így is, van, volt alapja, nem csak úgy elme szemszögből próbálta döntést hozni, hanem elemezte, fontolta a, a dolgokat, de a probléma, hogy hiába fontolta meg a tudást, mindig elme győzött rajta. Például a Bagavan gita a hatodik fejezet arról beszél, hogy nagyon vigyázni kell, Udharet Atmanam, Atmanam, maga Ez azt jelenti, hogy óvatos kell lenni, mert az elme segítségével lehet degradálni, de lehet fejlődni. Bándoratmana, riporatmana. Ugyanúgy az elme tud lenni barát, és tud lenni ellenség, attól fők. Én ma erről fogunk beszélni. Hogyha az ellenség, akkor beviszi minket rossz döntésre, ami utána eléggé jó keserő lesz a következmény, és nem lehet már megváltoztatni. Szóval Arjuna, ő először okoskodott. Nem, én így fogok csinálni, én nem fogok harcolni, én szeretnék inkább elmenni, de végül Arjuna intelligens volt, gondolkodott, és vizsgáltam, és látta, hát hogyha ebből szempontból nézünk, akkor így kellene cselekedni de nem biztos, hogy végül ennek is jó következménye lesz. De hogyha így cselekszek, akkor annak nem biztos, hogy így lesz jó következménye. Végül azt mondta Arjuna, én nem tudom, mi jobb, melyik utat válasszak. Végül én ezt nem fogok tudni most elé, elé, uh, eldönteni. Miért? Uh. Két dolog miatt, ami mindjárt ki fog derülni, az egyik, hogy túl erősen érzelmileg be volt vonva a helyzetbe, és ezért, mivel érzelmi indulat volt, ezért nem tudta optimálisan vizsgálni a helyzetet. A másik, hogy nem volt neki konkrét, tiszta tudás, ami alapján döntött volna. Ő mindenféle más tudásra hivatkozott mert olyan tudást használtam, amelyikkel próbálta alá támasztani a saját gyengeségeit igazából. És ezért önmagában nem tudta megoldani. A mihez jutott, ez egy nagyon fontos pillanat, a milyen eredményhez jutott végül Arjuna, amikor teljesen eltévedett. Szóval ugyanúgy ő neki kellett egy döntést hozni, ezt alkalmazta, a, 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 okozta neki egy stresszt, egy depresszió, mert ő egy felelős ember volt. Ő nem akarta egy rossz döntést hozni, és mikor mindenféleki oldalokról vizsgálta, akkor látta, hogy nem tudom, melyik Akkor ő mondta a következő szavakat, itt látjátok, karpánya dosa pahatasvabháva. Prichamitvam dharma samodaceta. Yá Chriyan, Sjanishitam Bruhitame, Sesas, Dham, Sathi, namtam Prapanam. Ami uh, arról beszél, hogy én most úgy látom, hogy van hibám. Szóval nekem én, én próbáltam, de én úgy látom, hogy dosa, uh, Karpanya Dosa Pahata hogy nekem van hibáim, ő ezt megértette, hogy először nem látom át tisztán a helyzetet, mert érzelmileg vagyok benne, ezért nem tudunk józanon gondolni, mi az igazi jó. Belül így természetesen vonzó dolgok, kényelmes dolgokhoz, ugye ja, sokszor mi is gondoljuk, hát próbálunk inkább kényelmes dolgot választani, nem biztos, hogy jó. Szarcsony, és ezt mondta, hogy kényelmes dolgokhoz vonzódok, de őszinte ezért mondta, hogy fú, hát ez a gyengeségem. Szóval ezért én gyenge vagyok egy jó döntést hozni. Tudom, hogy nem jó egyik, a másikat próbálok gondolni, hogy nem jó, mert az nehezebb, és akkor itt nem tudok, mit csinálj. Akkor nézz, nézzük meg, hogy általában. Amikor mi e, kerüljünk a világra, úgy mondjuk kirepünk a anyap a fészekből, akkor azt gondoljunk, hogy mi vagyunk e, különlegesek, és most fog történni valami különleges velem. Aha, biztos, nagyon-nagyon különlegesen boldog leszek, de aztán nagyon gyorsan azt lás, a, a csatlakozunk a csorda, tömeghez. Ahova megy a csorda, amit csinál a többség, akkor ez a helyes. Hogyha mindenkinek különleges frizura van, akkor ez a helyes, mindenki vásárolni, akkor az a jó, és akkor mi így próbálunk a, élni az életed. Miért, te miért így csinálod? Hát mert mindenki ezt csinálja akkor nekem is így kell, mert ez a jó. Mert hogyha rossz lenne, akkor mindenki csinálna. És egy ilyen logikus dolog, hogyha mivel mindenki ezt csinálja, akkor biztos jó, hogy hogyha rossz, akkor senki nem csinálna. Nem, nem biztos, hogy így van, és biztos, hogy nem így van, hogyha... A, tömeg csinál valami butaságot, akkor ez nem jelenti, hogy mivel ez tömeg csinálja, akkor ez már jó. Nem, a butaság mindig marad butaság, meg akkor is, hogyha mindenki ezt csinálja. Jó, akkor nézzünk meg, hogy akkor miért és általában mindenki megy csordó után. Erre nézzünk a válaszokat, azért, mert nem tudnak, mi a cél. Nem, szóval annyi sok minden létre van hozva a világban, vannak egyetemek, iskolák, kórházok, technológiákat, webdolgokat, autók, telefonok, annyi sok minden van, ami valahogy próbál látszólag fejlődést mutatni, de senki nem tudja, minek. Minek van? Mi a célja az egésznek? Mi nem tudjuk, mi a célja, akkor bármit csinálhatunk, sose fogunk a dűlőre jutni ezzel. Hát valaki mondja, jó, de hát én járok iskolába, megtanulok dolgokat, hogy Tudjak e, utána pénzt keresni, vagy egy szakmát e, el fogok sajátítani. De ez is ugyanakkor nem tudás, mert ez nem válaszol a célra. Mi a cél? Ez egy eszköz. Ahhoz, hogy legyen pénzem, és én tanulok iskolába, akkor én tanulok egy eszközről, hogy hogy ezt az eszközt alkalmozva tudja keresni pénzt. Aha, akkor erre lehet, hogy valaki fog mondani, igen, itt van a válasz, hát akkor a pénz a, a cél. Hát, hogyha a pénz a cél, akkor képzeljétek el, szedjünk pénzt az egész világról, Ö, tele van zsák, kert pénz és akkor mondhatjunk-e, hogy most már akkor megvan a cél, leülök erre a zsák pénzre, és nem kell semmi más csinálni. Nem. Nem elég, mert megint pénz, ez nem cél, ez is egy eszköz, hogy valamit csináljak ezzel a pénzzel, költsek, hogy elérjek ezt, valami mást, és így tovább. De mi a cél? Szóval ezt ember általában nem tudja. Ezért, amikor a Arjuna Bhagavad Gita-ba ezt mondta Krishnának, hogy gyakorlatilag én nem tudom, mit tegyek, mi a igazán jó számomra, akkor Krishna mondta neki, igen, tényleg te most úgy viselkedsz, ami nem illik egy férfire te gyáva vagy. Mert gyengeségeidnek és a félelemnek a, rabja lettél. Te, te most, mert azért mondja így Arjuna-nak Krishna, mert arjuna van egy nyilvánvaló dolog, hogy ő egy harcos, egy satra, és neki megvan, hogy mi a kötelessége. És ezért mondja, hogy te most nem hozod egy helyes döntést, mert félelem irányítja téged, és ezért te vagy anárja. Vagy anárja, szó ária, ária, ez azt jelenti, hogy a rita. rita, ez azt jelenti, hogy ri, vagy törvény ebben a világban, Isten törvény szerint minden működik, minden mögött van Isten, Rita. Van ritmus, itt pontosan megy a óra, akkor a Rita azt is jelent, hogy rituáli, ritus, amikor emberek megtanulnak hiteles rituálikat, és mikor ők. A végeznek ezek a ritusokat, akkor ők a saját életritmusukat szinkronizálják az univerzum vagy a, az abszolút igazság ritmusával. Ez a ritus, ennek ez a lényege. Oké, okay, akkor Rita, és az Ária ez azt jelenti, hogy az, aki ismeri a törvényt, aki ismeri az ember életének a célját. És ezért mondja te most így uh, teljesen, uh, mint egy uh, annár aki nem ismeri ember életének a célját. Szóval amikor mi valamilyen helyzetbe kerülünk, és nekünk most kell döntést hozni, és mi egy hibás döntést hozunk, abban a pillanatban, hogy ez okozza nekünk a, a mi tudatnak a degradálását. Szóval ez nagyon erősen befolyásolja, hogy fejlődni fogunk a döntés után, vagy degradálni fogunk a döntés után. Hogyha én érzem a gyengeségemet, ez azt jelenti, hogy érzem, hogy most. Ez a gyengeség, ez pont az a érzés, hogy most nem hogy én így akarnénk dönteni, de egy tudom, hogy az nem helyes, az lenne a helyes, de azt nem tudok megtenni, ezt nekem sok, hogy nem akarok azt megcsinálni, szóval mikor van ez a gyengeség, ami megzavarja minket, akkor jobb, hogyha mi nem uh, fogadjunk így a döntést. Mert hogyha mi Megcsináljunk, létrehozunk ezt a döntést, akkor veszélyes helyzetbe fogunk kerülni, és ennek általában vannak a következményei. Ezért jobb, hogyha az ember nem a komoly döntéseket ne hozzon egyedül. Ez egy fontos dolog. Igen, jó. Megyünk a következő téma, amit fogunk itt megbeszélni. A, mi, milyen, mire van szükség? Nagyon szükség van, hogy legyek sikeres az életemben, és kapjan erőt, akkor egy ilyen Ellentétes dolgokat kell, hogy történjenek velünk, képzeltek el. Például kell elismerni, hogy nem vagyok tökéletes. De nem vagyok tökéletes. Így megjelentem. Oké. Okay. Nem vagyok tökéletes. Um. Ja. Ez azt jelenti, hogyha én önbecsapó vagyok magammal szemben, és gondolom, nem, hát én, én biztos tudom, hogy hogy kell csinálni dolgokat, lehet, hogy ti sokkal nem tudjátok, de én biztos egy jó döntést hozok, akkor ez legyengíti. De valaki, de amikor ember gondol, hogy nem vagyok tökéletes, hogy én hibákat követem el, és nem tudok mindent, ez egy ilyen állapotban, helyzetben rakja az embert, hogy most fog kapni sok erőt. Mert akkor ő azt mondja, igen, én nem vagyok tökéletes, én gyenge vagyok, jó döntést hozni. Ez nagyon jó, mert ez egy erős ember. Az az ember, aki mondja, nem, én erős vagyok, én tökéletesen mindjárt tudok, mit kell csinálni, biztos be vagyok benne, ez az ember próbál a saját gyengességet alá seperni a szőnyeg alá. A hiba úgy is lesz, mert eh, hát van négy hiba, amivel rendelkezzék egy ember, ami miatt nem tudja magától ki, bo, ki, kitalálni, az élet labirintusának a nehézségek, nehézségekből vagy a nehézség labirintusából. Egyik, hogy ember illúzióban van, majd mindjárt ezeket majd még mások szemszögből meglátjuk. Illúzióban van, ez azt jelenti, hogy nem látja a világot úgy, ahogy van. Érzékek tökéletlenek. Mit jelent, hogy érzékek tökéletlenek? Hát sötétben nem látom. Hogyha nem látom sötétbe, akkor ez nem jelenti, hogy nem léteznek ezek a tárgyak. Ugyanúgy, hogyha én nem látom, mi van a holdon, az nem jelenti, hogy holdon nincsen senki. Ez, ez egyáltalán nem tudományos dolog. Akkor érzékek tökéletlenek, hibákat követek el. Hát, hogyha illúzióban vagyok, tökéletlenek érzékek, akkor biztos, hogy hibát fogok követnie. És van egy hajlam... A csalásra, csalásra hajlom, hajlom. Ezért én hibázok. Oké, okay. ez egy biztonságos helyzet, mikor valaki ezt elfogadja, és ez egy erős személyiség, ennek van jövőbe perspektíva, hogy legyen sikeres ember. Jó, következő, őszinte. Hogy én őszinte vagyok, Uh, és mivel én őszinte vagyok, akkor én el fogok fogadni másoknak a véleményét. Na, ez egy fontos pont. tenned, hát, hogy másoknak a véleménye? Uh, hát általában az a, átlagember egy saját igazsággal nő fel. Az múlt életnek köszönhetően egy prizma, Alakol a tudatján, és a prizma keresztül látja a világot. Ez azt jelenti, hogy már torzítva látja a világot. És, és akkor ő, általában sok ember mondja, hogy én, én ilyen igazságérzékeny vagyok. Én igazságnak az embere vagyok. És ez a saját igazságom. Na most uh, elfogadni másoknak a véleményét, ez azt jelenti, hogy, hogy én, Félre rakom most az én véleményemet. Például, hogyha én gondolom, és ezt tanultam iskolában, hogy majomból lett az ember, és de szeretnék megoldani az életemet, és valaki mondja más dolgot, akkor én ezt elfogadom, akkor nem utasítom el. Mert tudom, hogy az én igazságom, az egy relatív dolog. Nézzünk meg egy abszolút igazságnak a véleményét. Ez itt nagyon fontos. És mi ez a, a igazság? Gyere, itt kapcsolunk. Inni. Hogy én próbálok elfogadni ezt ez a, a véleményt a gurútól, guru, gurú, lelki mestertől, és az ő szemeivel, igyekszek látni a világot, a helyzeteket, a minden, ami körülöttem történik. Ahogy beszéltünk, hogyha van ez a négy hiba, akkor az én észlelésem, és, mivel, hát mi a cél? mi az élet célja, a egyik, akkor a helyzetnek, kialakult helyzetnek az észlelése nem tiszta, ez a pratyaksa, torzítód, de a lelki mester mert ki az, a, aki gurú, ki a lelki mester kit lehetne követni, mert annyi sok most van lehetőség, Mindenki jön, és próbál nekünk mondani, hogy kövess engem. Ezt majd kicsit később erről beszéljünk. Uh, az még nem guru. Valaki csak gondolja magára, hogy ő guru, de ez még nem jelenti, hogy ő guru. Um, mindjárt csak itt a slideshow. Így. Oké. Okay. Szóval később megbeszéljünk ki a guru. De guru szemével látni, ez azt jelenti, hogy hát van, a fejlődésnek van néhány fokozat. Mert ahhoz, hogy én jó döntés hozok, rá kell hangolódni, ez azt jelenti, hogy meg kell változtatnom a látás paradigmámat, szemléletemet. Ezért a védikus írások mondják, hogy az oktatás, ez nem szakma a terület kitanulása, az is fontos, az is van benne, igen, ez is szükséges, de oktatás, ez személyiségnek a formatálása, a karakterépítése, de az embernek a karaktere, a tulajdonsága jelleme, az automatikusan az alapján faragva lesz, hogy hogyan látom a világot, hogyan látom más lelkeket, más embereket. Hogy például most látjuk, hogy most nagyon sokszor lehet látni, hogy uh, alkohol, durva beszéd, hazugság, um, csalás, és a többi, többi, többi értéktelen dolog, most ez egy fő tulajdonságok emberekbe. És ezt mutatja, hogy nem látják tisztán a világot. A paradigma az torzított, vagy a paradigma, vagy szemlélet. És ahhoz, hogy ez legyen tiszta, vagy amikor tiszta, akkor a nemes tudatosságok automatikusan fognak megnyilvánulni egy ilyen emberben. Ezért ahhoz, hogy én ezt elérjek, na és igen, és akkor fogok tudni dönteni helyesen. És látni guru szemével van, ez egy folyamat, például, hogy a paroksa, az első lépés, amikor én hangolodok rá a döntésre, az azt jelenti a paroksá, hogy, hogy én kérdezem, ez jó, ez rossz, és guru mondja, nem, ez jó, és ez rossz. És én még nem láttam különbségeket, vagy ő azt mondja, ez egy anyag, ez egy lélek, ez jó karma, ez rossz karma. Én magam még nem látom, de mivel a guru mondta, akkor én is mondtam, igen, ez jó, ez rossz, ez jó karma, ez rossz karma. És akkor én guru szemeivel próbálok nézni a világot. Mert a guru, ő látja a világot úgy, ahogy van. Ezért ez egy paroksa. Hogyha én ezt gyakorolok, akkor ez tisztítja az én tudatomat, emeli, fejlődök, és utána lesz a paroksa akkor én már magamtól tudok tájékozódni a világba. Nekem már nem lesz, vagy számomra egy sötét, este sötét ködbe erdő, ahol én nem tudom jobbra vagy balra, nem tudom, ti voltatok már az erdőbe eltévedni. Én egyszer eltévedtem az erdőbe. Azt hittem, sose fogok kijönni, mert bárhova nézel, akkor nem volt semmilyen iránytő, akkor tényleg nem tudtam, melyik irányba menjek. Nem voltam biztos, most erre megyek, vagy arra megyek, lehet, hogy erre pont a téves út lesz. Akkor, de akkor lehet, hogy erre megyek. És mi lesz, hogyha erre téves az út. Ez azt jelenti, hogy pont egy erdő hosszába fogok menni, és sose fogok kijönni. Na, nagyon komoly volt. Szerencsére ki, valahogy elindultam valahova, aztán kijöttem belőle az erdőből. Három perc vagy négy perc, mert nem volt túl nagy erdő, de, mert azt hittem, hogy nagy erdőbe kerültem, de szerencsére nem volt túl nagy erdő. Ismerem a nagy erdőket, voltam nagy erdőbe is. Szóval ugyanúgy itt is. De mikor van egy lelkíteni egy gurú, ő azt mondja, ebbe az irányba menj, akkor, hmm. én, akkor én tudom, igen, akkor ő azt mondta, ebbe irányba, ebbe irányba ez a kijárat, akkor ebbe megyek. De az a paroksa. De amikor már uh, gyakoroltam, akkor egy idő múlva én tudok tájékozódni magamtól. Ezért lesz a paroksa, hogy én már uh, tudom, hogy mi az irány. Engem már ilyenkor nem tudnak uh, eltéveszteni, letéríteni, megzavarni mindenféle reklámokkal, okos, szép szövegekkel akkor meg vagyok védve. Szóval így guru nélkül mi nem leszünk biztonságban. Valaki tud mondani, figyelj, én most nem erre az előadásra vártunk, most mi, 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 köze, mi, mi akarunk döntés hozni az életébe, de még köze van most itt valami lelki dolgú guru. Hát azért, mert, a, mert nem lehet elkülöníteni a mi életünket, ami anyagi része, akkor anyagi siker, anyagi család, nem lehet külön csinálni a lelki dolgoktól. Akkor lesz a probléma, hogyha külön kezdjünk, akkor látjuk akkor jönnek a koronavírusok, válságok, háborúk, mindenki elválik egymástól, mindenki stresszbe él, depresszióba, fél. Szóval itt látjuk most, ez a civilizáció, ez már megmutatta. És hogyha én akarok dönteni rá és ráhangolódni, akkor az első intelligens dolog, felállom, körbenézek, aha, hogyha én is úgy követem a tömeget, ez azt jelenti, ugyanazt csinálom, amit ideig csinálja az egész civilizáció, ami diktál, akkor ugyanígy leszek, vagy még rosszabb is lehetek. Ahhoz, hogy más eredmény legyen, meg kell tanulnom, mi az, ami másképp kell csinálni. És, a, és ezért itt jön a gurú, mert hogyha én nem látom a világ egyetemet, nem értem, mi a cél az egésznek, csak gondolom, csak úgy megjelent a világ, én csak itt most megjelentem, csak úgy most megszülettem, hm, véletlenül aztán most próbálok meg magamat ebben-abban, jó lesz. Azért nem működik. Ezért kell gurú, és akkor Paroksa, akkor guru személyével látom. Kettes, a tájékozódni már fogok, én nekem már van megvalósításom, engem már nem tudnak megzavarni. Adoksadzsá, akkor kezdek látni lelki szemszögből is, olyat már kezdek látni, még mélyebb, még bölcsebb, ami más ember már biztos nem fog látni. Ez az adoksadzsá. És Abrakrita, a Aprakrita, ez a következő látás. Szóval minden a guru nélkül ezt nem tudjuk elérni. Aprakrita ez azt jelenti, hogy megnyilvánulatlan vagy le, tiszta lelki uh, dolgokat uh, tapasztal valaki. Nem csak lát, hanem tapasztal is. Ez az a Aprakrita. Jó. Na most nézzük meg, hogy uh, a gurú, mm, egy tudást, amit nekünk ad, akkor az mitől engem tud megszabadítani. Ez a valós, valódi tudás. A valódi tudás azt jelenti, hogy darsan, darsan szó azt jelenti, hogy látás. A vidikus Nálunk itt a tudás az azt jelenti, hogy megtanultál valamit, memorizáltál, bemagoltál, kész. De akkor te tudsz. De a védikus szemszögből tudni azt jelenti, hogy látni. Például mi veletek sokan tudjunk, hogy mi lelkek vagyunk. De mi látunk? Nem látunk. Védikus szemszögből nekünk nincs tudásunk. Az az ember, rendelkezik tudással, aki látja a lelket. Na, az, darsan. Szóval ez a másképp csalás. Mert beszélni lehet szép szavakkal, de, de ha nem vagyok ott, nem valósítottam meg, akkor én csak jó, hogy beszélek erről, mert ez kedvező, de nem tudok sokat adni másoknak. Csak akkor tudok másoknak adni, amikor én látom és amit beszélek, vagy gyakorolok. És ezért alapvetően most azt fogunk nézni, hogy amikor csak önmagába alapértelmezett beállításokkal élünk az életünket, a világot, akkor van négy hiba ami miatt sose fogunk tudni jó döntést hozni. És ez a négy hiba kitisztul, hogyha valaki elfogadja a lelki tanítőmestert. Nézzünk meg ezt a négy dolgot. Ez úgy hívják, hogy tatva bráma. baráma ez azt jelenti, hogy téves. Téves felfogás, amiről szeretnék nektek mondani. Az első, szvatátva. Szvatátva az azt jelenti, hogy ki vagyok én. Biztos, hogy én vagyok ez a test, vagy test vagyok, vagy lélek vagyok, vagy ez hogy működik. Erre általában téves felfogás van. Miért téves felfogás? Azért, mert iskolától, iskola óvoda, egyetem, minket mindenhol abba próbálnak megerősíteni, hogy mi test vagyunk. Hát, az már egy hiba, akkor már, már erre a hibára építve az életemet próbálok, akkor az már nem lesz helyes. Következő, látjunk, paratatva. Paratatva, ki Isten? Minket most tanítják, csak de menjétek ki az utcára. Isten nélkül jó a világ. Persze vannak kis pici ilyen, vannak őszinte emberek, akik járunk templomban, persze, de hát ez egy minimális. Többség próbál Isten nélkül lenni boldog, meg sikeres, és minden. Nem működik. Mert még ha valaki mondja, de hogy, de hogy nem működik, nézd meg ennyi ember itt kiraboltak, összeszedték, pénzt, kizsákmányoltak, gazdagok lettek. Hát igen, de mivel nem tudjuk, hogy ki vagyok én, hogy vagy én lélek vagyok, és annak van következménye, karma, akkor tudom, hogy ő nem sikeres, aki nem tiszta és Isten nélkül próbál boldog lenni, gazdag, vagy valami, bármi. Ez csak egy. Egy élet, amiről mi beszélünk mostan életünk, ez csak a mi örök szemszögből csak egy ilyen egy pillanat, egy napon, nap, napon van, egy, egy nap van egy perc, az nem sokat jelent. Nem csak azt az egy percet egy nap folyamán élünk, hanem sokkal több percet. Ugyanúgy itt is. Oké, okay, ez volt a... Igen, és a páratátva az azt jelenti, hogy ismerni kell, hogy ki Isten. Ez, Ön nélküle a harmóniát létrehozni az ugyanúgy, mint a lélek nélkül test. Ameddig lélek testbe van belül, addig működik. Van harmónia, van anyagcsere, funkcionálnak dolgok, az agy működik. Igen. De ha kilép a lélek belőle, akkor esik szép minden. Nincsen egyensúly, nincs harmónia, semmi. Bomlik. Szóval ugyanúgy bomlik a társadalom, és is, Isten nélkül. Ezért, de ahhoz, hogy ez legyen Isteni, akkor kell tudni, ki, ki az Isten. Paratat Szádja, szadana. Aha, jó, akkor szádja, akkor mi a valódi cél? Az, mi a valódi élet célom? A, mi a célja az egész világnak, mi a célja a teremtésnek? És szádana, mi a helyes gyakorlat, hogy én legyek sikeres és boldog? Sokszor, hát most sokan próbálnak valamilyen spiritualitást gyakorolni, és akkor vala összekevernek a finom fizikai lelkével, az ezotériát összekeverik lelki dolgokkal, hogyha mi most dobolunk semán dobbal, akkor mi lelkileg fejlődünk ez semmi kapcsolat lélekkel, lelki dolgokhoz. Ez egy finom dolog, ez működik, de ez nem lelki. A lelki, ez más. Vagy a mudrákat. Ugye van, látom Facebookon sok mudra, amit emberek csinálnak ezekkel. Hogyha valaki tudja, ez egy gyógyításra van, akkor jó, nem probléma. De hogyha ezt, gondolom, hogy ez most a lelki fejlődés szolgál, akkor az nem igaz. Szóval így, vagy hogy én pránajámat gyakorolok, légző gyakorlatokat, vagy aurát próbálok látni, akkor ez lesz lelki. Ez nem lelki az anyagi. Szóval mi a lelki gyakorlat, az az is téves felfogás. Szóval itt eh, eh, még egyszer visszatérünk, idáig, amit mondtunk, hogy nekünk alapbeállításokban az, hogy téves felfogásban élünk itt, már úgy neveltek minket a társadalom, a körülmények, hogy szvatatva, nem tudom, ki vagyok én, Paratatva. Nem tudom ki Isten, mi a kapcsolat világnak Istennel, nekem, és így tovább. Szadja. Mi az én célom? Mi a világnak a célja? Az egésznek mi a célja? Szadana. Mi az igazi lelki gyakorlat? És virodi visaja. Mi ez a foglalkozás, tevékenység, ami káros, ami távolítja engem a sikertől, ami hosszú távon negatív és rossz következményeket fog eredményezni. Szóval ebben élünk. Amikor valaki elfogadja a valódi tudást, a tömester által, akkor ezek kitisztulnak. Akkor ember megszabadul ezektől a félreértésektől, és akkor igazán erős ember lesz, mert erős ember az, aki lát dolgokat úgy, ahogy van. A Bhagavad gita 12. fejezetben Krishna sorolja fel, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, mert ahogy mondtam, akinek magas a tudat, annak nemes tulajdonságai sugároznak. És, és akkor mondja, ilyen-ilyen tulajdonságok, szapásat és szapásat és Ezért ő úgy lát, ahogy van a világot. Nem ahogy, mert például sokszor vitatkoznak. Én szerintem így, ilyen a világ. Valaki mondja, nem, nem, én szerintem ilyen világ. Nem, az én szemszögből inkább ilyen a világ. Lehet, hogy senki nem látja pont úgy, ahogy van. De hogyha mindenki látja úgy, ahogy van, akkor mindenki fog látni ugyanazt. Ha nincs vita, nem kell vitatkozni. Szóval ez a... Oké, okay. de akkor még egyszer, most már itt kezdjünk a látni, hogy mi a siker, mi a ráhangolódás, akkor még egyszer, még egy verset fogok idézni Mahabharatból, hogy mirbe ne bízzunk, és mibe bízunk és ez a ráhangolódás legyen a jó döntésekre, akkor oké, okay, mehetünk, itt van. Tarkopra tista sruta jó vibína. Na sauri si matam na bínam. tatva nihitam guhajam. guhájam. Mahajanoye nagata sapanta. Közben tudtok magyarul olvasni nyugata, fordítás, de itt következő, amit első három a sor mondja, következőt, elmegyünk, megyünk a sorok szerint, jó, segítek ebbe, itt, itt vannak, és megint bekapcsoljunk, lássunk, itt vagyok én is. Tehát kopratista, ez azt jelenti, hogy ember gondolja, hogy majd én logikával kitalálom, hogy hogy kell majd ki, kifogók találni, rájövök, elmét használok intelligenciát, és akkor majd megoldom, és tudok majd jó döntést hozni. Nem tudjunk, a logika segítségével nem fogunk tudni. Ezt mondja, mondja Logika segítségével nem lesz jó, ne hangolódjál rá a jó döntésre. Utána következő Sruta Jovibina. Jó, de akkor én olvasok sok-sok könyvet. Elolvasom csomó könyvet, és akkor majd biztos fogok tudni. Nem, mert elsősorban nem tudsz minden könyvet elolvasni. A másik, hogy könyvekből lehetetlen tájékozódni, mert annyi sok minden információ van, és még a védákba, képzeljétek el, egyik véda hangsúlyozza egy dolgot, a másik véda hangsúlyozza ellentétes dolgot. Maguktól akkor csak fogunk uh, uh, látni, teszem, hogy ez, ez valami Hogy lehet? Véda az igaz, de ellentmondásos. Igen. Ezért maguktól nem fogok tudni megértene a védát. Félre fogunk érteni, nagy kása lesz. Sokszor lehet látni, amikor találkozni személyekkel, amikor túl sokat olvasták, hallották, minden, akkor kása. Nem tudom, értitek ez mit jelent, ilyen um, séker. Séker <síns> van a fejében. <síns> Oké. Okay. Következő. Mit mondja? Na szávri Ez azt jelenti, hogy Risik a másféle bölcsek, ők se tudnak nekünk segíteni. Miért? Mert minden bölcsnek, úgy mondják, mindegyik bölcs akkor bölcs, hogyha van saját valami jója, ami különbözik más bölcsektől. Hogyha neked nincs ilyen saját verziót, akkor te nem vagy bölcs és emlékszem, voltunk a Szegeden Lotus napoknál, ami elég ezoterikus fesztivál volt, és akkor ott, volt egy gurú, ott volt egy gurú, ott, 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 annyi sok, mindenki saját utat próbálta mondani, hogy ő a legjobb, kövess engem, és hogy akkor te így mész, csak risik, keresel, és akkor mindenki saját teóriát mondja. De ez az én módszerem, mert én rájöttem, hogy működök, köves. Nem, ne, nem, nem, fog működni. Mert akkor fogsz gondolni hát igen, most akkor lehet, hogy sedsz perc, kimehetsz, akkor így fogsz kiszámolni, amelyeket válaszol. Ne válaszolunk. Ezeket ne válaszok, Ezek nem fognak tudni nekünk segíteni. De mi az, ami segítség? A segítség ez a maha, maha Gata Sapanta. Ez azt jelenti, hogy próbál meg követni a Mahajanok, a nagy lelküket, akik jártak már ezen az úton, az igazi úton. Kik ezek a Mahajánok? A mahajánok ez a lelki le tömesterek, a bakták a bakta, ő a mahajan, mert ő követi a saját lelki, mert risik, a bölcsek azért kitalálnak saját utokat, ezért most nem tudnak segíteni. De mahajanok, ők követnek a saját lelki mestereket, akinek a lelki mesternek volt az ő lelki tanítőmestere. Szóval egy, egy kitaposott ösvényen mennek. És hogyha őket követjünk itt nekünk ajánlja ma a barát, akkor igazából a, sikeresen tudjunk haladni ezen az úton, másképp, és is kell bízni. És hogyha mi keresünk olyan baktákat, olyan személyeket, és őket a, a legalább van kis bizalom, akkor mi már most fejlődni kezdtünk akkor elindult ami mi utunk, hogyha mi hiszünk nekik, és bízunk bennünk. A, és kik ezek? Akkor a, az úrnak a nagy szolgái. Mert ők sose fognak megvezetni, ők nem találnak saját maguktól valami utat, saját filozófiát, saját verziót, mint a másféle bölcsek, akik próbálnak ahogy mondtam előtt, előtte, mindenki saját verzőt próbál mondani, nem, hanem ők őriznek ezt az utat, amelyik Istentől megkapták a, a saját góró keresztül, és megőrizve megadnak nekünk, megadnak nekünk úgy, ahogy van. Szóval, mi így hangolódjunk rá, és ilyen tiszta tudatban próbálunk segítséget kérni, és utána hozni döntést, akkor ez garantált siker. Az egy garantált békeség a szívükbe, és garantált harmóniai, harmóniába való élet. Szóval itt erről van szó. Oké, okay. beszéltem 40-50 két percet, megnézzünk, hogy mielőtt végzünk, vagy hogyha mondanék még valamit előtte, akkor, hogyha vannak kérdések, akkor lehet írni. Most itt látom. Persze én csak egy helyen látom kérdéseket a Govinda Klubnál. Uh -huh, itt nincsen kérdés, csak van Haré Krishna. Elég is ja. Rendben, akkor hát röviden egy kis ilyen pár gondolat, próbáltam veletek megosztani. Ez egy felelősség, hogy hozunk a, a, döntés, és jó hangulatba, jó tudatba, akkor garantált. És ne bízünk hogy csak így magától egy materialista módon mi fogunk tudni valamit megcsinálni. Nincs esélyünk. Materialista, csupa materialista élet nem ingéri semmit. Egy garancia van, hogy el jobban megtéved. Viszont aki nyitja a lelkét, nyitja a szívét, akkor ő nagy lelkű lesz, nagy szívű lesz, és nem csak ő maga boldog lesz, hanem mindenkit, aki körülötte van, boldogá fog tenni. Erről mondja Bhagavad Gita 5. fejezete. Yoga Yukta Vigyitatma, yoga Yukta Visudatma, Vigyitendriya. Szóval aki ezt az utat válaszol, a választja, rá van hangulódva, és hozta ezt a döntés, és gyakorol, joga aki gyakorol, akkor uh, prasanti, visudatma, prasanti, vigyitendria, ez azt jelenti, hogy akkor ő nagyon jól tud használni az érzékeket, akkor fegyelmezni az elmét, uralkodik maga a helyzeten, a szituáción, uralkodik azt érzelmeken, uh, ez azt jelenti, hogy őt nem lehet megvezetni, nem lehet megbántani, ő nem fog megsértődni mentes a depressziótól, mentes a, a stressztől, és így tovább. Vigitendria nagyon békés, az érzékek békések, ezért ő, ő irítségmentes, és ez egy szárva bútatma má, Mindenki, ami, aki körülötte van, ő jó akaró lesz mindenkire, és mindenki számára nagyon kedves lesz mindenkit értékelni fog, szeretni fog, és próbál mindenkinek javára cselekedni. Önzetlenül. Szóval ezek a tulajdonságok automatikusan fognak megnyilvánulni egy ilyen fejlett tudatú szeméne. Ilyen kis pozitív hangulatban befejezzünk a mai műsort, előadást. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatottátok. Remélem, hogy sok lájkot tudtok rakni, mert ez nem nehéz. És ír, kommenteket írjatok, légy szíves. És majd találkozunk, majd folytatjunk. Addig és mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. A Rékrisnál.